Országszerte folytatódik az oltás. A reggeli adatok szerint meghaladta a 2.011.000-et a beoltottak száma. Közülük 753.000-en már a második adagot is megkapták. A lakosság átoltottsága elérte a 20,5%-ot. Közben tovább tombol a harmadik hullám. A szakemberek ezért azt kérik mindenkitől, hogy húsvétkor is legyenek óvatosak, és tartsák be az óvintézkedéseket. Egymás után érkeztek reggel a páciensek ebbe a soproni házi orvosi rendelőbe. Az oltás menetét jól ismerték, hiszen már a második vakcináért jöttek. A 60 év felettiek és a kiemelt kockázati csoportba tartozók a kínai Sinopharm oltóanyagát kapták meg. Bizonyos biztonságot ad már az embernek, bár ez nem jelenti azt, hogy nem fertőzhetek tovább, ugye, ha esetleg elkapom. De feltétlenül fontosnak tartom, és nem utolsó sorban azért is, mert van 5 unokánk. 15 percig tetszik várakozni a folyosón, kivisszük a kártyát, jó? Az oltás gördülékenyen haladt, nem fájt és nem okozott semmilyen reakciót, ezt mondták a helyiek Debrecenben is. A veszélyeztetett korcsoportok a Pfizer vakcináját kapták meg. Nagyon örültem, hamar vártam, egyébként is krónikus beteg vagyok, tehát számítottam rá, hogy kapok hamar. Debrecenben karácsony óta már 80.000 embert oltottak be. A járványügyi munkacsoport vezetője szerint sokkal gyorsabban is tudnának haladni, ha lenne elég oltóanyag. 30 oltópontunk működik, ugye 70-re fel tudunk minden gond nélkül menni, hogyha tömeges oltásokra kerül a sor. Egészen szép eredményt tudunk magunk mögött, hát nyilván szeretnénk mindenkit beoltani. Én akkor lennék boldog, ha minden magyar állampolgár mondjuk 3 éves kor felett egyszer majd be lenne oltva, és véget tudnánk vetni ennek a járványnak. Pécsen is zajlott a munka délelőtt, mintegy 1000 adag AstraZeneca vakcinát szortíroztak a kormányhivatal munkatársai. Ezeket már el is kezdték szállítani a baranyai házi orvosokhoz. Arra kértük az oltást szervező házi orvosokat, hogy elsősorban 65 évnél idősebbek oltásra használják fel ezt a vakcina mennyiséget. Bízunk benne, hogy egy nagyon sikeres oltási hét kezdődik. Azt kértük tőlük, hogy egy héten belül oltsák el ezt az oltóanyagot. A beoltottak száma meghaladta a 2.011.000-et, több mint 750.000-en pedig már a második vakcinát is megkapták. A lakosság átoltottsága elérte a 20,5%-ot, ami messze meghaladja az uniós átlagot. A legfrissebb adatok szerint 6.700 új fertőzöttet regisztráltak, és meghalt 302 beteg. Az aktív fertőzöttek száma meghaladta a 224.000-et. Jelenleg több mint 12.000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig mintegy 1500-an vannak lélegeztetőgépen. Nem szabad hurrá optimizmust érezni. Éppen emiatt továbbra is óvatosnak kell lennünk, erre figyelmeztetett Szlávik János az M1-en. A főorvos hangsúlyozta, ha húsvétkor nem vigyázunk, akkor tovább súlyosbodhat a járvány, ami még mindig felszálló ágban van. Hozzátette, ha bár hatalmas eredmény, hogy már több mint 2 millió ember megkapta az oltást, a védelmi intézkedéseket továbbra is be kell tartani. Jelenleg rendkívül súlyos stádiumban van a járvány. Tehát, hogyha nem vigyázunk magunkra a húsvéti ünnepeken, akkor a húsvétot követő egy hétben, két hétben még sokkal rosszabb lehet a helyzet. Ne felejtsük el, hogy még az idősek átoltottsága sem éri el azt a szintet, hogy mi nyugodtan meglátogathassuk az idős rokonainkat, akár maszk nélkül egy ebédre, egy vacsorára. Nem tartunk itt. Csütörtökön elkezdődik a pedagógusok oltása. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a legtöbben pozitívan fogadták, hogy hamarabb oltják be őket. A biztonságos és nyugodt munkavégzéshez nem csak nekünk nyugodt, hanem a szülőknek is, akik oda engedik a gyermekeiket, és a gyermekeknek is, akik iskolába járnak, elengedhetetlen feltétele az, hogy oltottak legyünk, biztonságban érezhessük magunkat. Első körben 82.000-en kapják majd meg a vakcinát. Arról, hogy pontosan hol és mikor, SMS-ben értesítik az érintetteket.